Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Tóth Szabolcs vagyok, Erdélyből, Romániából érkeztem. Mi ott romániai magyarokként több szót átvettünk a román nyelvből, ilyeneket, mint például internet, meg domestos. Most megtörténhet, hogy az előadásom folyamán bekerül egy-két román szó az előadásomba. Kérem, ilyenkor jelezzék, és akkor kijavítom magam. A televízió nézők azok, hát ők is jelezzék. És kijavítom magam. Hát éppen observálom, mennyi pizdos gadzsika van itten a Debrecen. Azt mondtam, aki nem érti, hogy szép lányok vannak Debrecenben. Hát én Csíkszeredában nőttem fel, erről azt kell tudni, Románia leghidegebb városa. Tehát volt ilyen a hírekben, hogy melegedik az idő, Csíkszeredában már mínusz 20 fok van. Hát örülünk, hogyha a nyár hétvégére esik. Ezt kell mondjam. Tavaly szerdára esett, és hát ugye kellett dolgozni. Így az iroda ablakából néztük végig a nyarat, aztán hétvégén mentünk sízni. Úgyhogy itt nőttem fel, kezdem az elején. Várt gyerek voltam. Ez azt jelenti, hogy a szüleim gyereket vártak, csak nem ilyent. Hát egy szőke, magas, komoly gyereket vártak, másodszorra sikerült nekik. Ezért volt, hogy amíg más gyerekek a nagyobbik testvérük kinőtt ruháit hordták, én az öcsém kinőtt ruháit hordtam. Így beszélgettünk az óvodában, hogy téged is ver a bátyád, nem engem az öcsém. Egy évesen még nem beszéltem, nem jártam, fát ettem. Ennyit csinál. Tehát lehet, hogy a korábbi életemben szú lehettem, és egy kis munkát áthoztam még erre az életre. Ezért történt meg, hogy egyszer így hanyat vágottam, és leszippantottam egy fadarabkát a torkomba. Ezt tudom bizonyítani, és itt látszik a helye. Leszippantottam, és hát ugye nem tudtam beszélni, hogy elmondjam, milyen bajom van. Csak itt tátogtam, szüleim orvoshoz vittek, hát akkoriban az orvostudomány a csúcsán volt, Csíkszeredában, szuper doktorok voltak, így 6 méterről megmondták, hogy milyen bajom van, azt mondták, a gyerek alaposan megfázott. És nem szó viccnek szánták, hogy megfázott, hanem ők ezt komolyan is gondolták. Komolyan gondolták, adtak penicilint. Beutaltak, úgyhogy az volt raktáron, tehát mit írjanak fel mást. Nem tudom, vannak itt kémikusok, vagy kémiában jártasak. Elárulom, hogy a penicilin a fát nem oldja. Tehát érettségig nem voltam náthás, de a fa ott maradt a torkomba. Úgyhogy akkor az egyik doktornak jött egy ilyen szuper ötlete, zseniális ötlete, hogy kapcsoljuk be a röntgengépet. Meglepődtek mind, ilyen merész ötlet hallatám. Hát leporolták szépen. Két villanyszerelős, egy boríték segítségével, amit édesanyám adott az egyik orvosnak. Bekapcsolták a röntgengépet. Hát nagy öröm volt az egész kórházban, az orvosok egymást is röntgenezték. És buli volt, hát megröntgeneztek engem is. Kiderült, hogy egy fadarabban a torkomban, de hát már késő, műteni kell, úgyhogy egy ilyen életlen kenőkéssel megoperáltak valahogy. Eléggé összemocskolták a torkomat, úgyhogy azt mondták, kijavítják, semmi gond. Vettek egy darab bőrt a karomból, szintén egy életlen konyhakéssel, és hogy ide teszik a torkomra. Ennek az lett az eredménye, hogy a karom is meg van mocskolva, és a torkom is. Tehát ez egy dologra volt jó, hogy egyszer sikerült elhitetnem egy lánnyal, hogy úgy vették ki a torkomból a fadarabot. Hogy egy vastag alumínium dróttal itt felnyúltak, és kipiszkálták. Egyszerűen kipiszkálták. Elhitte. Megvolt neki. Nem lepődtem meg, hogy elhitte. Ez a lány egyszer nekem azt is elhitte, hogy a katicabogárnak nincsenek lábai, hanem kerekeken gurul. Megvolt. Azt nem hitte el, hogy a szitakötő sugárhajtással megy előre, ez már sok volt neki. Az óvodában már tudtam beszélni, hogyha Béla engedte. Tehát ott Béla volt a főnök, nem Béluska vagy Béluka. Őt 4 évesen már Bélának kellett szólítani. Minden reggeli után felállt az asztalra. Elegánsan letörölte halántékáról a tejbegrízt. És megkérdezte, hogy ki jött ma elsőnek. És akkor jelentkezett, aki aznap első volt. Ez nagy megtiszteltetés volt, mert az lett aznap Béla segédje, Béla jobb keze. Akkor mi nem ismertük azt a szót, hogy csicska. Úgyhogy örültünk. Örültünk ennek, egyik nap én lettem az első, hát izgalmamban egyből hány ingerem lett, le is kellett üljek. Bevettem egy embert, mentem be a terembe, reggeli után Béla,
kijött ma elsőnek, belepirultam az oknimba. Remegő kézzel jelentkezek. Béla megnézett, csak ennyit csinált, megkérdezte. Ki volt a második? Csicskának nem voltam jó. Gyerekeknél csak a szülők rosszabbak. Az én szüleim is mindent elkövettek, leégessenek az osztálytársaim előtt, elkezdve a hülye pulóverektől, egészen addig, hogy egyszer beöltöztették keresztanyámat a menyasszonyi ruhájába, és ő volt az angyal, karácsonykor. Karácsony van, ott állunk a csempekályha előtt, pampóba, hülye pulóver, énekeljük a mennyből az angyalt, bejön keresztanyám, menyasszonyi ruha, macipő, hozza. Szülők. Hozza a karácsonyfát, izgalmamban megint hány ingerem lett, le kellett üljek, metirált be, szüleim már ismerték, úgyhogy így történt, hogy negyedikes koromban az egész osztály azon röhögött, hogy én még hiszek az angyalba. Tehát a Mikulást elfogadtam, hogy az nem létezik, de angyal, ha hogy ne létezne, egyszer szinte lehánytam. Ott volt. Ilyenkor karácsonykor nálunk egy nagy családi ebéd van, de nagyon kell sietni, mert az ebéd csak addig tart, amíg nagytatán meg nem borsozza a levesét. Tehát egy olyan durván számolva egy olyan 28-29 másodperced van megenni egy nagy tányér káposztalilevest, 4-5 töltelék káposztát és egy szelet káposztás kalácsot. Így a káposzta a divat ilyenkor. Így amikor nagytatán már nyúl a bors után, akkor mindenki gyorsabban kezd kanalazni. Amikor már megfogta a borsot és veszi el, akkor a legbátrabbak csak még egy utolsót merítenek a levesből, és akkor egyszer csak... Így hangzik, amikor már megborsozta nagytatám a levesét, ilyenkor mindenki jól lakik hirtelen. Letesszük a kanalat, hát én tele vagyok. Nagymamám az epéjére panaszkodik, többet nem tud enni. Édesanyám a fogyókúrájára, hogy hát ő se tud enni többet, én az epémre is és a fogyókúrámra is, legyen biztos, nem kockáztatok. Nagymamám rátesz egy lapáttal, nem enged. Szabika, vegyél még, vegyél, nem köszönöm, nem kérek. Vegyél még, nem kérsz, nem köszönöm, nem kérsz, biztos, de rossz vízhoz olyan nagymamám. Biztos. Cancel. Biztos. Cancel. A suliba én gyakran részt vettem ilyen versenyeken, de hát nagyon ritkán nyertem. És akkor sem mindig. Hát így egészen pontosan egyszer nyertem egy szavaló versenyen. Ketten voltunk szavalók. Versenyzők. Volt 3 zsűritag és 4 díj. Ezt a versenyt megnyertem, megkaptam az első díjat, úgyhogy a másik kapta a második díjat is, a harmadik díjat is, és a negyedik dicséret csomagot is. Előadom, milyen verset előztem meg, ha volt ott is egy ilyen állvány. Előadom pont úgy, ahogyan előadta a versenyző társam, félrefésült hajjal, odaállt a mikrofonhoz. A lehullott kirácsom a szamáron. Írta. Köszönjük, Gábor. Ó, minő mámorosan gulja két számot. Soha nem kérdeztem számára, nem tudom szemére. De a szívem... Köszönjük, számára, nem tudom szemére. De nem, mi soha nem adjuk le a szemére. Szemtudászabotásra, de ennyi, kész, vége. Hát ezt a verset hajszállal, ahogy mondta a zsűri, megelőztem, úgyhogy én kaptam az első díjat. Az első díjam az egy osztálykirándulás volt. Hát jött az egész osztály. Mehettem én is, ez volt a díj. Nem is kellett többet fizetnem, mint a többieknek, meg sofőr mellett volt egy ilyen lehajtható szék. Ott kaptam én helyet, ott mentem. Osztálykirándulás a Parajdi Sóbányába. Nagyon izgalmas, mondta a vezető, mert az is volt, hogy figyeljetek, ez itt mind só. Na nem. Só, sóbányába. Azt mondja, aki nem hiszi, ott lehet nyalni. És hát, nyaltuk. 20 kölykek, mind a kivégzésen, fejjel a falnak. Odaálltunk és nyaltuk a falat. Meg volt, hogy 5 perc falnyalás. Mentünk tovább. Én, mint osztálylúzere, leghátul mentem, ugye? A lépcső fordulóból még hátra néztem, mit látok, ott áll a következő csoport, és a vezető mondja, aki nem hiszi, ott lehet nyalni. És nyalták azok is, ahol mi nyaltuk. Délután 4-kor, Sóbánya reggel 8-kor nyit. És nem hiszem, hogy éjjel mossák a falakat, tehát
szinte kizárt, úgyhogy... Így elgondoltam, hogy tulajdonképpen ez volt az első szexuális élményem. Az első csókom jóval később volt, mint az első szexuális élményem. Kevesen vagyunk így ezzel, gondolom. Az első csókom egy pár évvel később, hát nagyon romantikus körülmények között volt. Sobánya után azt mondtam, rosszabb nem jöhet egészen az első csókig. Romantikus körülmények, házi bulin üvegeztünk. Tehát ismerjük ezt a játékot, az üveg dönti el, hogy ki kivel nyal. Anyám az ilyen házi bulikra olyan gáz pulóvereket adott rám, hogy mindig meghívtak. Tehát így fogadtak, hogy nincsen farsang, mi öltöztél zokninak. Ott ültem, üvegeztünk, én zokninak öltözve, és kihozta az üveg, hogy a egyik legszebb lányjal az osztályból, hogy én nyelves puszira, pú, hát egyből izgatott lettem, hány ingerem lett megint. És Emet irált be, na, nekifogtunk, hát nyomtuk. Nem gondoltam, az első csókot rögtön 20 ember fogja nézni, de hát így beletöröttem, most már ez van. Nyomtuk, és egyszer a lány így elvette a fejemet, és azt mondta jó hangosan, legalább a szádat nyisd ki, jó? Te, azt a röhögést, ami ott volt, azt mondtam, végig nyalnám az összes sóbányát, csak ne halljam. Nagyon kemény volt. Ekkor kezdődtek a csajozások így. Gellért barátommal csajoztunk minden pénteken diszkóba. Így csajoztunk. Azt látod? Ha. Kéne? Ha. Killing me softly. És az? Ha. Ezt kettőig akkor mentünk haza. Egész héten vártuk pénteket, megint csajozunk, áh, de jó lesz. Egyszer állítólag az egyik lány rákacsintott Gellért barátomra, de még mostanig senki nem erősítette meg ezt az információt, úgyhogy nem lehet tudni, hogy volt. Gellért nagy matekos volt. Egyszer az osztályban elkezdtem terjeszteni így novemberben, hogy hallottátok, az idén szilveszter péntek 13-ra esik. Régi poén, nem gondoltam, valaki leszívja, kivéve Botondot, az osztály Botond, egyből mondta, hogy jaj, de jó, ez neki szerencsés napja. Hát. De Gellért, ő másképp reagált, matek órán odasugtam neki, hogy hallottad, az idén péntek 13-ra esik szilveszter? Elgondolkodott. Az nem lehet. Na mondom, rájött biztos, hogy 13-án nincsen szilveszter, de folytatta, azt mondja, most novemberben is 13-a péntekre esett, és két hónapban egymás után nem eshet péntekre 13-a. Kiszámolta, meg volt neki, úgyhogy az a lényeg, nem sikerült átverni. 6 évig volt pattársam. 6 évig, egészen addig, amíg egyszer rá nem vettem, hogy szakítson egy lányjal, akivel nem is járt. Tehát nemhogy nem járt, nem is ismerte. Csak így látta, úgy hívták, hogy Zsófi, és tetszett neki nagyon. Engem kért meg, hogy tudjam meg Zsófitól, kérdezzem meg tőle, hogy tetszik-e Gellért Zsófinak, de úgy, hogy nehogy rájöjjön, hogy Gellért kérdezteti. A kamaszkori logika ismerős. Mindenki csinált ilyen, biztos, menj kérdezz meg, tetszem, de nem. Na, hát én nem kérdeztem meg, mert elfelejtettem. De egy nap jön Gellért, hogy megtalálta a szíve választottját, az élete értelmét. Zsófi már nem érdekli, úgyhogy ne kérdezzem meg. Mondtam neki, hogy hát már késő. Nem tudtam még, mi lesz ebből, de valami érdekesnek hangzott. Kérdezte, hogy miért? Hát mondom, megkérdeztem, és kiderült, hogy nagyon szerelmes beléd. Na jó, nem baj, de mondom, van egy baj. Megtudta, hogy te kérdezteted, és hogy te is szerelmes vagy belé. El kellett neki mondjam, megijedt nagyon. Mondom, ezt tisztáznatok kell. Hát kimentünk szünetre, Gellért 2 méter magas, és rágja a körmét, úgyhogy mindenki ránézett egyből, beleértve Zsófit is, megijedt Gellért, te ez néz engem. Hát persze, hogy néz, hát szerelmes beléd, hát ezt tisztáznatok kell. Ezt nem lehet így annyiba hagyni. Meggyőztem, hogy nagy szünetbe menjen oda, tisztázza Zsófival, hogy mi a helyzet, úgyhogy oda ment hozzá. Én ilyen halló távolságon belül maradtam. Oda ment, és szia, figyelj, beszélhetnék veled? Igen. Az van, hogy tetszesz meg minden, csak van egy másik lány, akivel jobban találunk, mondta a lánynak, akivel életében először beszélt. A meglepetéstől a lány nem is tudott válaszolni, csak így hápogott, folytatta Gellért, hogy tudom, hogy megbántottalak, nem akartam. A lány még jobban hápogott, utána így folytatta, hogy te jobbat érdemelsz. Nem kapott levegőt itt már a lány,
És ekkor Gellért benyomta azt a mondatot, amikor elröhögtem, elszaladtam kiröhögni magam, azt mondta így megértően, hogy azért maradjunk barátok, jó? A lánynak, akivel először beszélt életében, hát barátok maradnak persze, elrohantam kiröhögni magam, szünetben többen jöttek velem szembe, hogy te Gellért nagyon keres. Vajon mit akarhat? Mondom, hát nem tudom, megtalált aztán később, úgyhogy következő órán már nem ő volt a pattársam, hanem Botond volt a pattársam. Botond, ő mindig csajozott. Soha nem sikerült, ezért mindig csajozott. Mindig ugyanúgy, így kezdte, hogy hallod-e? Hát a lányok 90%-a meg se fordult, vagy ha megfordult az a 10%, akkor így folytatta, hogy valonnan ismerlek. Na hát itten általában lekoptatták a lányok. Volt, aki durvábban koptatta le, azt mondta, hogy húzza csába. Ekkor ezt megértette Botond, elment, de volt, aki szebben fogalmazott, hogy kérlek, hagyj magamra. Ezt Botond nem értette. Visszakérdezett, hagyjalak rád. Egyszer fordult elő, egyetlen lány volt, aki arra mondatára, hogy valahonnan ismerlek, azt válaszolta, hogy igen, tudom. Botond megijedve, honnan? De a lány mondta, hogy hát találkoztunk egy koncerten, és ekkor Botond feltette a legutolsó kérdését, melyik faluba. Úgyhogy többet nem sikerült neki csajozni, hát ugye a csajozásról informatika osztályba mentem, gondoltam, hogy az így menő. A csajoknál naív voltam. Elég hamar rájöttem, hogy az informatikusok nem felszedik, hanem letöltik a lányokat. Nagyszüleimnek mondtam, hogy informatika osztályba mentem. Kérdezték, hogy és ott mit tanultok? Mondtam, hogy Pascalt. Sütni. Mondtam, hogy nem, programozni. Ekkor nagytatám ugyanazt a mondatot mondta, mint amikor látta a tévében, élőben a holdra szállást. Annyit mondott az öreg, Emma a hülyeség. Ilyen nincs, úgyhogy nekiállt, hogy tanítson meg kaszálni. Legyen egy rendes szakma is a kezembe. Nagytatám 10 évben egyszer megy be a városba személyigazolványt csináltatni, másé nincs, amé nem járnak be onnan a faluból városba. Megvan nekik ott minden, a pálinka és a pohár is. Tehát miért menjenek? Annak idején, 86-ban a 7 fokos földrengést senki nem vette észre. Mindenki részeg volt abba a faluba. Hát, mozog a föld, ha Istenem. Mozog. Múlt héten lagzi volt, akkor, hogy mozgott a föld. Ha, ez mi ez? Úgyhogy nagytatám az állomástól gyalog hazáig 3 órára lakik, ha nem siet. Ha siet, akkor 4 perc, mert akkor nem megy be a kocsmába. De hát még soha nem sietett.